Így nézett ki a győri Baumax áruház parkolója február elején a végkiárusítás kezdetén. Tömegek a parkolóban és tömegek az áruházban. Rengetegen jöttek akkor, hogy a Magyarországról kivonuló Barkács áruház által meghirdetett 40%-os végkiárusításból kivegyék a részüket, és megszerezzék a legjobb vételnek tartott dolgokat. Az akkori tumultus azonban már a múlté. A Baumax február utolsó napjaiban végleg kivonult Magyarországról, és bezárta az összes itteni üzletét, köztük a győrit is. A hátam mögött lévő épület azóta teljesen üresen áll, a reklámtáblákat is leszették, és a parkolóban sem találkozhatunk egyetlen autóval sem. Az épület és a terület tehát egyelőre teljesen kihasználatlan, de ez a közeljövőben megváltozhat. Úgy tudjuk ugyanis, hogy hamarosan egy bútoráruház nyílik majd itt. A Baumax tehát elhagyta Magyarországot, így adott a kérdés, mi a teendő, ha egy a Barkács áruházban vásárolt termék meghibásodik. A törvény egyértelműen fogalmaz, az üzlet megszűnését követően is érvényesek a jogszabályokban biztosított szavatossági és jótállási jogok. Ezek a jogok a vásárlástól számított 2 éven belül érvényesíthetőek, tehát még mostantól 2 évig elvileg ezekkel a jogokkal lehet élni. Az fontos tudni, hogy ha egy cég megszűnik, ami ebben az esetben végelszámolás keretében történt meg, akkor a cég köteles egy harmadik szemét kijelölni, ami ebben az esetben praktikusan egy szervizt jelent, illetve köteles arra is, hogy céltartalékot képezzen, ami pedig praktikusan azt jelenti, hogy megfelelő mennyiségű pénzt is kell neki félretennie arra, hogy a szervizek a vitás ügyeket, illetve a hibás termékeket javítani tudják. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállások ügyében egyébként már korábban felvette a kapcsolatot a Baumax-szal. Akkor azt az ígéretet kapták a cégtől, hogy a honlapon keresztül tájékoztatják a vevőiket, hogy a későbbiekben hol tudják intézni az ügyeket. Ez amennyire én látom, egyelőre nem történt meg, de mégis a honlapon elérhető egy telefonszám, amelyet, hogyha a vásárlók felhívnak, akkor ott megpróbálják az ügyeket intézni, és az én információim szerint országszerte vannak kijelölve szervizüzletek, akik tudják intézni ezeket az ügyeket. Kis Anita híradónknak elmondta, hogy amíg az áruházak nyitva voltak, addig könnyebb volt az ügyes bajos problémák intézése és kezelése, mint most. Hozzátette, a fogyasztóvédelemhez eddig nem érkezett panasz azzal kapcsolatban, hogy a vásárlók ne tudták volna kicserélni vagy megjavítatni a Baumaxban vásárolt hibás terméket.